Nice. Oké. Life is too short, life is too short, life is too short. Life is too short. Itt vagyunk a Turbina backstage-ében Csinszkával, aki éppen élete első koncertje előtt áll. Mesélj egy kicsit először, hogy érzed magad? Nagyon jól. Nagyon érdekes, mert nem izgulok. Minden tök jó. Először leszek Csinszkaként a saját számaimmal, albumommal színpadon, úgyhogy... Nagyon sok interjúban említetted, meg úgy tűnik, hogy nagyon szeretsz arról beszélni, hogy neked erdélyi gyökereid vannak. Kicsit mesélsz nekünk erről, hogy mi ez az egész erdélyi identitás, vagy egyáltalán ez mennyire játszik fontos szerepet az életedben? Hát, onnan jövök, ott születtem, Sepsiszentgyörgyön nevelkedtem 4 éves koromig, és hát érdekes ez a 800 kilométer így a lelkemben. Azt érzem, hogy kapok onnan egy erőt, ami ezt a 800 kilométert is felülmúlja, és nagyon sokat jelent nekem. Az új albumodnak, vagyis hát az első albumodnak a címe, Finally Opening Up, amiről azt mondtad, hogy ez tényleg egy ilyen megnyílás volt neked, amiközben ezt írtad. Mi volt ez a folyamat pontosan, meg mi kellett neked ahhoz, hogy ez a megnyílás ez megtörténjen? Az az elhatározás, hogy jó, akkor én megcsinálom ezt az albumot. Egy elindulás volt, hogy rendben, beleöntöm ebbe magamat, belerakom magamat, és azt érzem, hogy amennyire tudtam, úgy bele is tettem, és ez segített nekem abban, hogy viszont lássak érzéseket, és azokból a viszontlátott érzésekből túllendüljek dolgokon, és ez a Finally Opening Up, ami egy megnyílás volt nekem, így ezekről az érzésekről. Mondhatjuk azt egyébként, hogy mindegyik szám az egyfajta traumának a feldolgozása volt, akár családi, akár egyéni, ilyesmi? Igen, ez az album 12 lépcsőfokban jelenik meg az albumborítón is, és hát ez a 12 lépcső valamelyik kisebb, valamelyik nagyobb lépés volt az életemben, úgyhogy igen, különböző élményeket dolgoztam fel, és köztük voltak ilyenek is, igen. Egyébként én úgy gondolom, hogy a mi generációnak, ugye az generációnak egy kicsikét ez a keresztje, hogy így a családi traumákat, meg a saját traumáinkat feldolgozzuk, és már ne adjuk át a következő generációnak. Téged hogy érint ez a feladat, amit mi kaptunk z-generációsként? A tőlem tehető legjobbat igyekszem csinálni magamnak és másoknak is, úgyhogy mindig csak jobb és jobb szeretnék lenni. Ezt tudom tenni, ami jön belőlem, és a legjobb. Mostanában nagyon sokat beszéltek arról, meg nagyon ilyen hot topic volt a női zenészeknek, női előadóknak a helyzete Magyarországon. Ez tényleg egy nagyon durván lerágott csont. De mégis szeretném megkérdezni azt, hogy te ugye még eléggé az elején jársz a karrierednek, te mit érzékelsz nőként, hogy miket kapsz ettől a zenei szcénától? Nem tudom, mert nagyon independent csinálom amúgy is ezt az egészet, úgyhogy próbálok belül is csak úgy ember lenni, úgyhogy és nem megélni a különbséget, úgyhogy nem tudom, nem akarok ezzel foglalkozni. Ja. Ebben a korban szerintem a zenészeknek egy kicsit feladatuk az, hogy ilyen social media menedzserek is legyenek. Nem tudom, hogy te ezt hogy gondolod. Téged hogy érintesz, hogy ez az önmenedzselés, ez nagyon benne van most, még akkor is, hogy te ugye művészként tekintesz mondjuk magadra, hiszen előadó vagy, zenész vagy, de mégis valamennyire egy socialösnek is, egy kvázi influencernek is kell lenned. Szeretem a kreatív részét egyébként csinálni, és vannak olyan hullámok, amikor tökre élvezem. Most, hogy készültem a koncertre, így tapasztalgattam, hogy mi a sok, mi a nem sok, de hát magamért csinálom, úgyhogy igazából nincs sok, és hogyha valaki követnek és szeretnek, azoknak meg nem vagyok sok. Tanulok még egy csomó mindent, most kezdem itt, úgyhogy gyakorlom, csinálom. Ugye a klipjeidet is te csináltad, hogyha jól láttam. Hát azért segítettek nekem ebben nagyon kedves, tehetséges barátaim. Kebab segített megvalósítani, illetve még egy pár ember azért közreműködött ebben a folyamatban, de
a kreatív részében, mind az anyagok kiválasztásában, és azért nekem nagyon fontos volt, hogy ott legyek, és az ötletelésben is, hogy akkor ez milyen legyen. Úgyhogy igen, szerves része vagyok annak a munkának, amit viszont látnak az emberek, nem csak akkor, amikor hallanak. Mennyire vagy egyébként control freak? Mennyire tudod kiadni a kezed közül a munkát? Nehezen. Bár vannak azért szerintem olyan oldala is ennek az egész zenei világnak, amiben igenis át kell adnom, hogy oké, ő most segít, és csináljuk, de alapvetően hát együtt dolgozni szeretek. Úgyhogy annyira, ameddig azt érezzük, hogy együtt csinálunk valamit, és mindkét félnek, vagy akár hogyha többen vagyunk, mindenkinek tetszik az, ami épp van, akkor jó, mert akkor együtt csinálunk valamit. Csak meg kell találni azokat a alkotótársakat, akikkel együtt tudsz dolgozni. Így van. Júniusban jött ki az első lemezed, itt most lesz az első koncerted, előtte vagyunk. Mik a terveid a jövőre? Mesélj egy kicsit. Kis lépésekben haladok, így is tervezek egyelőre, mert rájöttem, hogy szerintem így működik jól, úgyhogy most lemegy ez a koncert, és folytatom és csinálom a számokat. Szeretnék tapasztalni, még felfedezni olyan dalmokat, amik eddig még nem voltak, olyan hangszíneket, amik eddig még nem voltak. Formálódni akarok tovább, úgyhogy így ilyen tervek vannak egyelőre.